Jól indult az új óvodai év a Madarász Imre Egyesített Óvoda SIM óvodájában, tudtuk meg Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetőtől. Az új nevelési évben 70 kisgyermek jár az óvodába. Igyekeznek megvédeni a gyermekeket, dolgozókat, ezért az időjárás függvényében minden tevékenységüket kihoznak az udvarra. Bent nem, de itt teljes mértékben biztosított a távolságtartás. Kisebb csoportokban különböző játéktevékenységeket, fejlesztő foglalkozásokat tartanak. Igyekszünk megvédeni a gyermekeinket, dolgozóinkat, ezért az időjárás függvényében minden tevékenységünket kihozzuk az udvarra. Nem tudjuk az óvodába teljes mértékben a távolságtartást a gyerekek között megtartani, ezért az udvar minden szegletét igyekszünk kihasználni, hogy kisebb csoportokban különböző játéktevékenységeket, fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Odafigyelnek a fertőtlenítésre, a járványügyi helyzetben a nap folyamán többször fertőtlenítik azokat a felületeket, amivel gyermekek érintkeznek. Egy gyermekkel egy felnőtt kísérő jön be az óvodába. Nagyon igyekszünk odafigyelni ezekre a dolgokra ebben a vészhelyzetben, különösen ebben a járványügyi helyzetben, hiszen folyamatos a fertőtlenítés, nevelőmunkát segítő dolgozóink a nap folyamán többször fertőtlenítik azokat a felületeket, amivel a gyermekek többet érintkeznek. Megkértük a szülőket, hogy egy gyermekhez lehetőleg egy kísérő felnőtt érkezzen az óvodába, minél kevesebb időt töltsenek most itt, és lehetőleg ne csoportosuljanak se az öltözőbe, se a kapu előtt. Túl vannak az újonnan érkező óvisok anyás beszoktatásán is. Nagyon rövid idő alatt beszoktak az új kicsinyeink. Lehetőségünk volt még az anyás beszoktatásra, hiszen a jó időt kihasználva a legtöbb időt itt is kint töltöttük az udvaron. Igyekeztünk úgy beosztani a gyermekeket, az új gyermekeket, hogy egyszerre ne sokan jöjjenek, 2-3 napos csúszással, így ezt a dolgot is úgy gondolom, hogy sikerült megoldanunk. A Mozog velünk családi sportdél utánon fogadják be jelképesen az óvoda közösségébe a kicsiket. Ebben az nevelési évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, és az első közös nagy megmozdulásunk, ez pont aktuális lesz, hogy megmozgatunk apukákat, nagymamákat, akik eljönnek és elfogadják a meghívásunkat. A nevelési évben nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, és tervezik a szokásos nagy rendezvényeiket is. Több városi óvodás rendezvényt most a tagóvodák keretei között tartanak meg. Bízunk benne, hogy meg tudjuk ezeket a rendezvényeinket tartani, hiszen a kerékpáros vetélkedőnk is hamarosan szeptember 20-án kerül megrendezésre. Ebben az évben úgy döntött a nevelőközösség és a munkaközösség, aki ezt szervezi, hogy tagovodánként fogjuk ezt megtartani, nem nagy intézményi szinten. Hasonlóképpen gondolkozunk a Kejfej Jancsi rendezvényünkbe is, és próbálunk abban gondolkodni, hogy az Ovigála nagy rendezvényt, az alapítványunk nagy rendezvényét hogyan tudnánk megvalósítani. A folyamatos fertőtlenítés mellett Tóthné Török Judit, aki az év óvodapedagógusa is lett, idén újból varja a maszkokat dolgozóknak, gyermekeknek.